2022-02-24. Megindul az orosz hadsereg és benyomul Ukrajnába. Milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Kárpátaljára is rengeteg ember érkezett, volt, hogy egy száruhában. Főként nők, gyermekek, idős emberek, akiknek segítség kellett. Segítők Kárpátalján. Mi az ön munkája? Mivel foglalkozik? Mondjuk békeidőben. Ugye úgy kerültem a Caritashoz, hogy volt egy ilyen alapítvány kezünkben a jövő, és ott foglalkoztam kórházmisszióval. Tehát ez már egy ilyen régebbi hivatás, igen, és akkor úgy alakult, hogy ugye Kurmai Sándor, ő meghívott, ő volt az igazgatója akkor az alapítványnál is. Mivel nem volt ugye irodám így munkácson, ezért Caritashoz kérezkedtem be, mert ott minden is ismerem így a ugye Fehér Ferencet, meg ugye a többieket is, akkor ott volt egy íróasztalom is onnan. És akkor valahogy úgy alakult még a Covid alatt, hogy szintén ide-oda, és valahogy a Caritasnál kötöttem ki. Tehát ezek olyan, nem tudom, tehát Isten így valahogy irányítja ezeket a dolgokat. Ezt gondolom, hogy nem végleges döntés, de most ott vagyok. És ugye akkor óvodákkal foglalkoztam, ott a felméréseket készítettem, meg ilyen ott minden óviból levezettük az Itted Rá programot, a járó Klaudiával végigjártuk. És éppen gondolkoztunk azon, hogy mi legyen tovább, és akkor kitört a háború. Tehát megalakult egy ilyen válságstáb, mert ugye kevés volt a munkatárs, ugye volt, aki kiutazott, akkor az embereket pótolni kellett. És én emlékszem, hogy az első gyűlésen én nem vállaltam semmilyen feladatot. Tehát, hogy mindenki ugye megbeszélte, ki mit fog csinálni, én semmire nem mondtam, hogy hú, ez az enyém. Mert igazándiból most nem éreztem, hogy nekem ezt kell csinálni. Nálam ez kialakult így talán napokon belül, hogy a menekültekkel kell foglalkoznom. És tulajdonképpen a mai napig tart. Tehát ez olyan érdekes, hogy akik akkor ugye sok mindent elvállaltok, az lassan megszűntek azok a dolgok, most már az a válságstáb sem működik. De viszont a menekültekkel való munka az valamilyen szinten megy tovább. Ugye ez márciustól ment júniusig, akkor júniusban felkeresett minket a szlovák Caritas. És azt mondták, hogy ők szeretnének egy ilyen pszichoszociális támogatást nyújtani a menekülteknek, és hogy ehhez keresnek embereket. És akkor mivel már nekem adva volt egy ilyen kapcsolat, hogy a megyében több helyre jártunk, tehát már így nagyjából ismertem, hol mit lehet csinálni, akkor Ferenc megkért, hogy akkor ezt koordináljam. És akkor így kialakult egy ilyen, elég ilyen sajátos munkánk, mert ugye először mi sem tudtuk, hogy mi az, amivel segíteni tudunk nekik. És akkor így bevetettünk mindenféle terápiát, tehát lovaglás, ugye ilyen vízi, tehát úszás. Jól gondolom, hogy ezek ilyen traumafeldolgozásba segítenek. Igen, tehát én úgy látom, hogy nekünk egyszerűen őket fel kell rázni abból az állapotból, amiben vannak. Tehát egyrészt, hogy ismerkedjenek meg még jobban Kárpátaljával, mert sokan először jöttek, és valamilyen félelemmel. Félelemmel? Igen, tehát már így hallottam olyan véleményt, hogy gondolom ott is ment bizonyos agitálás, hogy itt nem tudom, kik laknak, kannibálok, vagy nem tudom kik, hogy bántják az embereket. És itt teljesen mással találkoztak, és ők is ilyen kellemesen meg voltak lepődve, hogy tehát ők valahol ők nem ezt várták. Sőt, olyan véleményt is kaptam, ha fordítva van, akkor mi nem kapjuk ott azt a segítséget, mint amit mi nyújtunk nekik. Tehát ilyen vélemény is elhangzott. Megkérdezhetem, hogy az eredeti szakmáját tekintve minek tanult? Óvónéni vagyok, tehát pedagógus, de ugye éreztem akkor, hogy ez egy ilyen elinduló pont. Tehát dolgoztam egy gyerekkórházban, és ugye ott kezdődött a kórházmissziós, úgymond misszióm. Ott találkoztam először ilyen tárva elhagyató gyerekekkel, akiket ugye éreztem akkor, hogy nekik is segíteni kell. Hitoktattam is, tehát közel 20 évig.
iskolában, aztán óvodában is, és akkor úgy vezetett egy jó Isten, és tulajdonképpen most is egy ilyen, mondjam azt, hogy egy ilyen folyamatban vagyok, tehát hogy tulajdonképpen megnyitott vagyok bármilyen feladatra, amit ő úgy szán, vagy aminek jónak lát, úgyhogy ez még nincs lezárva, tehát ilyen gondolom.